Cselszermetszés és laparoszkópos mióma műtét. Mindez a kameráink előtt. Köszöntöm Önöket, a Klinikát látják. Dr. Bánhidi Ferenc professzor több mint 30 éve dolgozik a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának Üllői úti részlegén. Azt mondja, a gyógyítás hivatását már ükapjától is örökölhette. A nem mindennapi szülész-nőgyógyásszal próbáltam meglépést tartani. Higgyék el nekem, nem volt egyszerű. Reggel 5:30 van. Egy átlagos reggel a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának igazgatóhelyettesi szobájában. Bánhidi Ferenc professzor azt mondja, két hobbija van az életben. Az egyik a sport, a másik a gyógyítás. Nos, igyekszik minden nap mind a kettőnek hódolni. De reggel 5:30-tól 6:30-ig edzés. Így van, igen. Azért ehhez eléggé elhivatottnak kell lenni, ez már azért egy picit ilyen szenvedélybe ment? Maximális, ez betegség. Betegség. Ez betegség, igen. De hát én ezt pozitívan értékelem, mert rosszat nem tesz a szervezetemnek, legalábbis remélem. A mi szakmánk arról szól, hogy éjszaka is dolgozni kell. Vagy régebben, amíg fiatalabb voltam, a sok ügyelet, illetve a sok szülés. A szülések egy része éjszaka indul be, tehát nem lehet kérdés az, hogy mikor kell fölkelni az embernek. Itt meg nem kell, hanem magamtól fölébredek, nem kell hozzá ébresztőóra, és kelek 5-kor és jövök. Mentálisan vagy fizikálisan szükséges? Mind a kettő. Hogyha hiány van, akkor az mentális hiány. Fizikálisan meg sokkal jobban érzi magát az ember utána. Bánhidi professzor az egyetem elvégzése óta dolgozik a szülészeti klinikán. 5 éve igazgatóhelyettese is az intézménynek, 3 éve pedig a Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettesi pozícióját is betölti. Ma is egy hosszú napja lesz, több műtéttel, császármetszéssel és szüléssel. Mielőtt azonban a műtőbe mennénk, körbevezeti stábunkat a szülészeti osztályon, ami azt mondja, hatalmas változáson ment át az elmúlt években. Borzalmas azt mondani, hogy 1986 óta dolgozom én itt a Semmelweis Egyetem annó 2-es és most Semmelweis Egyetem nőgyászati klinikáján, hát más volt a világ. Ha összehasonlítjuk a 80-as évek közepétől, végétől, amióta itt dolgozom, hát ha énekelni tudnám ezt a különbséget, akkor én föl tudnék lépni valami komoly intézményben. Az eszközök, a hozzáállás, a betegszám, a betegekkel való stílus, azért az nagyon megváltozott. A klinika a legmodernebb felszereltséggel bír, ránézésre is vetekszik egy magánintézménnyel. Na de pillantsunk is be az egyik szülőszobába. Ez egy a 4 közül. Hát azt hiszem elég tágas, szakmailag nagyon jól fel van szerelve mindennel, hogy lehetőségünk legyen mind az anya, mind az újszülöttjének színvonalas ellátására. Van egy külön fürdőszoba hozzá, ahol szokott vajudni az anya, nyugodtan lehet, tehát alternatív gondolataink azok nem kérdéses, hogy működnek. Ma már nem lehet az, hogy valaki egy szülőágyon vajudik végig, hogyha az a gondolat, hogy egy zuhanyzóban, egy bordásfal mellett, egy gumilabdán akar vajudni, akkor mindenre van lehetőség nálunk. Abban az esetben, hogyha az anya és a gyerek jól van természetesen. Tehát a szakmát nem írja felül sosem a gondolat, hanem először az jön, és utána a következő, és akkor ezt egyeztetjük ezeket a dolgokat. Nagyon jók a körülményeink, azt hiszem, hogy szépen el lehet férni könnyedén. Hogyha kimegyünk ide, akkor meg tudom azt mutatni, hogy itt lehet sétálgatni, itt lehet vajudni kint, itt lehet föl alá sétálni kéz a kézben, édesanya és a párja, és akkor ez is egy ahhoz képest meghitt körülmény lehet. Szerintem ez nagyon sokan szoktak itt több száz métert megtenni addig, amíg eljutunk a szülésig. Ahogyan ezt, úgy azt a lehetőséget is sokan kihasználják, hogy a hozzátartozók is végig jelen lehetnek a vajudásnál és a szülésnél. Legyen szó természetes szülésről vagy császármetszésről. A professzor azonban találkozott már jó néhány érdekes kéréssel is a vajudó kismamák részéről. Hát ha extremitásra gondolunk, akkor inkább olyanokat tudnék mondani, amikor a különböző zenéket hoznak be, amit szerintem nagyon jó, hogy mindenki behozhat mindenféle zenét, és vannak eszméletlen dallamok, amiket kell hallgatni. Van az is, amikor én már 150-szer hallom ugyanazt az enyalemezt, és őszintén mondom, hogy
sok mindent lehet velem csinálni akkor, hogyha anyát kell hallgatni, de ez tényleg ez már halálos bűn, amikor én azt hallom, hogy azt akarnak behozni. De emlékszem, volt egy olyan szülésünk, ami 45 perc alatt lezajlott, behozott egy George Michael lemezt valaki, és azóta abban bízunk, hogy ezen lemez hallgatására mindenki gyorsan meg fog szülni, de delfi hangokat is lehet hallgatni, hogyha valakinek ez a vágya. Én úgy gondolom, hogy megpróbáljuk kielégíteni ezeket az elképzeléseket, a szülés nem ettől változik, nem ettől lesz jobb és könnyebb, és nem ettől lesz lassabb és gyorsabb, de ha anyának ilyen vágya van, vagy a férjnek ilyen vágya van, hogy behozza a basszusgitárját, és itt pengetni akarja, akkor hogyha nem zavar másokat, akkor felőle még azt is lehet csinálni. A szomszéd Vajudóból azonban most nem a gitár hangja, hanem az egyik születésre váró kisbaba szívhangja hallatszik ki. Angéla második gyermekét várja. Ez egy CTG vizsgálat, az egy rövidítés kardiotokográfiát jelent. Ez azt jelenti, hogy nézzük a magzatnak a szívműködését. Itt lehet látni, hogy 131-jel ver az ő kis szívecskéje. A tokográf, az a másik mérőműszer, mutatja a méhnek az összehúzódását, és még szoktuk azt is csinálni, de hát azt most itt nem kell, hogy jelezzük a magzatmozgásokat hozzá kombinálva, és ebből következtetünk arra, hogy a gyermek milyen általános állapotban van. Kell-e gyorsan akutan beavatkozni, van-e valami eltérés? És a készülék azonnal jelez, hogyha bármi mégis eltérés igen, lenne? Ez a készülék, ez össze van kötve a szülőszobának a fogalmazunk, hogy vezérlőtemmivel, ahol a szülésznők vannak, és onnan látják, hogyha valami nem stimmel. Illetve sajnos a mi fülünk ki van hegyezve arra, hogy a szívműködés, ha lejjebb megy, akkor azt egyből hallja az ember. Fiatal orvoskoromban, hogy a szülőszoba mellett volt az éjszakai ügyeletes szoba, és akkor néha le lehetett feküdni 5 percre, és már ugrok fel az ember az ágyból, amikor hallja, hogy rossz a szívhang, és megy ki a szülőszobán. Bár ahogyan már említettem korábban, Angéla már második gyermekét várja, mégis látszik egy kis izgulás a szemében. A professzor ezért igyekszik is megnyugtatni a kismamát. Aki azt mondja, hogy nem izgul, szerintem az hazudik. Ezt kategorikusan ki lehet mondani. Szóval olyan nincs, hogy egy ilyen dolog miatt ne izguljon az ember. Egy sima fellépés miatt is izgul bármit, de azért, hogyha történik egy császármetszés, és gyerek születik, vele is csinálnak bármit, akkor az nem szép. Hát így van. Hát a szülinapot ünneplünk, csak ezt senki nem tudja, mindig csak egy év múlva ünneplik a szülinapot. Itt születik a legtöbb gyerek, itt van a legtöbb születésnap. Igen? Aha. Azért ezt a pánikot, ezt tudja valahogy egyébként maga az orvos, meg ez a környezet is valamennyire csökkenteni, hát elhiszik az orvos. A környezet, úgy gondolom, nem... rontani tudja csak. Bármilyen csodálatos környezetről van szó. Szóval a legelegánsabb, csirivili magánklinikán is az ember aggódva jön be. Róla és a gyermekéről van szó. Ennél nagyobb aggodalom nem hiszem, hogy lehet az életben, és ennél nagyobb csoda is nagyon ritkán fordul elő az életben. Ez nagyon kedves kismamáról van szó, aki már nem az első gyermekét szüli, őnek egy magas vérnyomás van a háttérben, és ezért is kell befejeznünk ezt a terhességet. Idáig vártunk, várakoztunk, vérnyomás csökkentő gyógyszerekkel próbáltuk uralni ezt a helyzetet, de egy bizonyos idő után már nem lehet ezt uralni, és el kell végezni a császármetszést. Én próbálok egy hangulatot teremteni, lehet, hogy csak nekem jó, és neki nem annyira, de azért megpróbálom azt, és azt kell, hogy már régóta ismerjük egymást, és ő megbízzon. Ha a bizalom megvan, akkor az aggodalom, ami benne van, az az általános helyzet miatti aggodás, és nem attól, hogy úristen, a doktor nem tud odafigyelni, mert azt úgy érzem, hogy ilyen probléma nincsen. A szülészeti részlegre még ígérem, visszatérünk, azonban várnak minket az emeleti műtőben. A professzor mai első tervezett műtétes betegének méh miómája van. Ezeket általában attól függ, hogy hol helyezkednek el, attól függően ki kell venni, vagy lehet elég megfigyelni, attól függően, hogy hány éves gyereket szeretne, van-e panasza. Ő gyereket szeretne, ezért megpróbáljuk a miómákat kiszerkeszteni belőle, és megnézni a petevezetőket, hogy nyitottak-e. A 35 év feletti nők egyharmadát érinti a méh jóindulatú elváltozása. A főorvos paciense 38 éves és gyermekvállalás előtt áll. Ez nagynak számít, vagy mekkora miómáról beszélünk most? Olyan hány centis ez szerinted? Hát egy annyira nagy, hogy alig férünk hozzá, szóval ez nem olyan kicsi. Ez az egész itt egy nagy göb, ha minden igaz. És itt lenkezdődik valahol a méhe. Ez már komoly panaszokat okozott a betegnek, nem? Nagyon érdekes, mert azért, hogyha egy hasüregben, most látjuk a hasüreget, hasüregben ez nem ér hozzá semmihez, akkor ezt még sokkal nagyobbra is meg tudják néha növeszteni, úgyhogy egy árva panaszok sincsen. A műtétet laparoszkóppal végzi a professzor.
korábban ehhez a beavatkozáshoz a has feltárására is szükség volt, ma azonban már elég néhány apró vágás. Ez a műtéti technika egészen más, mint amikor mindent lát ugye az orvos úgy, hogy feltárva az egészen más képességeket hoz elő, vagy kell, hogy előhozzon? Most már azt mondjuk mi, hogy szerintünk így sokkal jobban, könnyebben, hát szóval könnyebben nem, sokkal szebben meg lehet operálni. Ugye ez nagyításban dolgozunk, ugye ez legalább egy háromszoros, hányszoros? 3-4-szeres nagyításban vagyunk, tehát hogyha tudjuk mozgatni ezeket a szerszámokat úgy, ahogy szeretnénk normálisan mozgatni, akkor szerintem sokkal ügyesebbek tudunk lenni. Nyitott hasnál azért a mozdulataink sokkal elnagyoltabbak, hát itt 3-4-szeresen nagyobb. Első lépésként megkeresik a mióma pontos helyét, majd megkezdik a méhfaláról való leválasztást. Ilyen miómának az eltávolítása mennyire számít olyan szempontból radikálisnak, hogy nyilván a cél az a méh megtartása? Így van, nagyon jó, ez nagyon jó kérdés. Most majd itt lehet látni, hogy ez mennyire lesz megtartó, mert ugye látható módon az elején láttunk egy óriási nagy méhet, amiben a mióma volt nagyon nagy. Utána majd lehet látni, mennyire szép méh maradt meg. Olyannyira, hogy a beavatkozást követően fél háromnegyed évvel később már vállalhat is gyermeket a páciens. Miután ezt a nagynak számító miómát leválasztották a méh faláról, megkezdődik az eltávolítása. Jól mutatja a nagyságát tulajdonképpen az, hogy amit most kiszedtek, az csak egy darab volt, de ez is majdnem egy újnyi hosszúságú. Hát ez az, hát itt amikor a végén meg lehet nézni, hogy a gyűjtjük egy ilyen szöveti gyűjtő tartályba, hogy ez a tartály ez nagyon tele lesz. Nem volt egyszerű a beavatkozás, azonban ahogy a professzor fogalmaz, szerencse a szerencsétlenségben, hogy vérzés nélkül sikerült a beteget megoperálni. Az utolsó ötésekor azonban telefon érkezik, a szülőszobáról hívják a professzort. Szavarodolina, akkor én figyelj, lementem a műtőbe azonnal. Jó? Igen. Tessék velem jönni, mert program van. Akut. Akkor megnézzük a kismamát. Sietünk is a földszintre, ilyenkor nincs idő késlekedni. Elfolyt a magzatvíze a kismamának ma reggel spontán. Ez jövő hét péntekre lett volna egy császármetszés, és most, ahogy bejött, akkor érzékeltük azon a CTG-n, amit mutattam önnek, hogy nem annyira jók a magzati szívműködés, a szívhangok, ahogy ezt szoktuk mondani, és ezért most kell végeznünk egy császármetszést. Idézőjelben sürgősséggel, tehát nem megvárva azt, hogy szépen induljanak a fájások. Perceken belül ismét a műtőben vagyunk. A várandóságok mekkora része az, ami nagyjából, ha meg lehet becsülni, császármetszéssel végződik? Amikor kezdtem a szakmát, a kevesebb mint 10% volt a császármetszések aránya. Most 2018-ban hát egy 45% legalább szerintem. Persze ez attól is függ, hogy milyen beteganyagokkal dolgozik az adott intézet. Egy klinikán ott sokkal több a koraszülés, mert ott kell vezetni a koraszüléseket, sokkal több az ikerterhesség, sokkal több az olyan veszélyállapot, ami egy terhesek azért kerülnek oda a klinikára, mert itt tudjuk ellátni őket. Ezek majdnem mindig császármetszéssel végződnek, tehát az átlagos császárfrekvencia nálunk sokkal magasabb, mint egy normál közkórházban. De az, hogy mondjuk ugyanígy volt ez, tehát hogy ugyanezek a betegségcsoportok voltak régebben, és csak 10%, ma 40-50, akkor ez a különbség? Ez... Nagyon jól tetszik látni, így van. Azért tegyük azt is hozzá, hogy az én kezdeti pályám elején akkor nem volt annyi idősebb hölgy, aki szült, ezek miatt kevesebb volt a császár. 2. Nem volt annyi lombik bébi, ezek miatt kevesebb volt a császár. Nem volt annyi ikerterhes, mert a lombikoknál esetleg gyakoribb az ikerterhesség, vagy az olyan gyógyszeres kezeléseknél, ahol gyermeket szeretnénk, az segít abban, hogy több gyerek legyen, az sem volt. Nagyon fontos, hogy nem féltek az anyák annyira a hüvei szüléstől, tehát azért egy nagyon sok komponensű dologról van szó. A világon mindenütt rettentően emelkedik a császármetszés frekvencia, egy biztonságos dologról van szó, egy nagyon gyakori műtéttípusról van szó, egy jó fájdalomcsillapításról van szó, tehát egy bevett technikáról van szó, nem egy újdonságról. Az édesanyja előkészítve kezdődhet a műtét. Itt az idő, hogy világra jöjjön egy új élet. A has megnyitás ez kicsit drasztikusnak tűnik, de a lényeg az, hogy a drasztikusság mögött az van, gyereki, hogy amit csináltunk, azzal nem vágtunk szét semmit. Gyakorlatilag nem kell, sokkal jobban fog gyógyulni, mert nem kell összevarni semmit.
Ahogyan láthatják, pár percen belül világra is jön Bence, egészségesen 3200 grammal. Az újszülöttet a gyermekorvos vizsgálja meg, és míg az édesanyja műtétje befejeződik, a szomszéd szobában az édesapja mellkasán pihen. Magyarországon is majdnem mindenütt ezt a hasonló atraumatikus, magyarul a szöveteket nem vágó, nem roncsoló, hanem széthúzó, drasztikusnak tűnő, de nem vágtunk semmit szét gyakorlatilag. A ejtett metszések után is csak újra húztunk minden szét. Ugye régebben a császármetszések azok a hasnak a keresztbevágásáról, vagy hosszába, mindegy, hogy nézzük, tehát innentől idáig történtek. Ma már ilyen császármetszés igazán ritkán fordul elő. Ez is egy esztétikai kérdés, hogy beférjen a bikinibe a metszés, ugye? Mert csak a metszés marad meg, a gyerek is megváltozik, felnő, de a metszés az... Az ott marad. Az megmarad. Hány császármetszést bír el egy női szervezet? Mit lehetne mondani, hogy mi az, ami javalt? Nincsen? Nincsen határ. Csináltunk már 4-5-öt is, de akár azt hiszem legutoljára, nem akarok zagyvaságot mondani, talán a debreceni klinikám végeztek egy 8., vagy nem is tudom hányadik császármetszést. Nincsen semmi probléma ezzel. Lehet, hogy az első császármetszés után olyan összenövések vannak, hogy az ember szépen fogalmazva GPS-el se talál sehova, de valamikor a 5. után is gyönyörű minden. A mama és a baba is jól van. A professzor mielőtt a következő műtétjére indulna, még benéz az édesapához is. Azt mondja, ez egyfajta rituálé, amit sosem hagy ki. Gratulálok, köszönöm szépen! Az az egyik kedvenc szokásom, hogy amikor megszületett a gyermek és meglátogatom az apát, akkor ő ezerrel fogja két kézzel a labdát, nem akarok valami NFL-es hasonlatot mondani, hogy az amerikai foci labdát szoktál fogni, hogy nehogy elejtse, és akkor oda megyek, hogy kezet fogjak vele. És akkor hihetetlen küzdelem, ami valamelyik, hát leginkább a jobbik kezét megpróbálja elengedni a gyereket, semmi nem történt vele, de látom azt az eszméletlen küzdelmet, és ez most lesz még néhány hétig, amíg ezt a 3,5 kilós gyereket nem tudja mozgatni, mit csinálni vele, és akkor annyira izgalmas, oda teszem a kezem, és alig meri megfogni. Milyen nézés ilyenkor a szülőknek ezt az örömét látni, azért ez is egy ilyen fajta. Ez azért ez jó, szóval azért ez legyünk őszintén, ez feldobja az embert. Nem lehetett annyira látni, de ez a műtét, ez két nagyon nagy kockázattal járt. Az egyik kockázat az, hogy neki már gyakorlatilag ki volt lukadva a méhe. Nem tartotta semmi. De hát ebből nem kell nekünk nagy varázslatot csinálni, mert mi ezért vagyunk, hogy ezt is megoldjuk, ez nem kés. A másik, hogy az összevarrás kapcsán a méh bal oldalán kaptunk egy vérzést. Tehát ezt el kell látni. Hát ez ugyanolyan dolog, hogy ez egy munka, ennek vannak olyan dolgai, amiket pluszban meg kell csinálni. Megcsináltuk, tartott 2 percet tovább, és készülünk. Utána az öröm az, hogy én kimegyek az apához, és tényleg látszik a boldogság rajta, ez azért dob egy kicsit az adrenalin mellett, valami másfajta örömhormont is beletesz a dologba. Még egy császármetszés, egy természetes szülés és egy hüvelyplasztika után ülünk autóba, és kezdődik az idézőjelben vett második műszak. A rektor irodába igyekszünk, hogy a professzor eleget tegyen a rektor helyettesi munkájának is. Azt látom, hogy az egész napja minden pillanata ki van számolva, tehát egészen onnantól, hogy 6:30-ra bejön a klinikára folyamatosan, mikor pihen. Van olyan, hogy pihenőidő? Nem tudom, ezt a családomtól kéne megkérdezni, akkor azt hiszem sokkal szigorúbb szavakat használnának. Én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy ilyetlen hangzik, de az a műtét, amit láttak, ez a laparoszkópiás műtét, az nem azt jelenti, hogy pihenés volt számomra, de az élmény az úgy pihentett. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy ez nagyon-nagyon feltöltötte az embert. A császármetszések azok talán kevésbé, mert azok sokkal nagyobb rutinban működnek, de én ezt nem tartom annyira fáradtságot létrehozó dolognak. Mit ad ez a más típusú munka önnek? Tehát, hogy mi az, ami ebben nyilván itt lezárul egy kisvilág, és akkor kinyitódik egy másik, az a rektor helyettes. De ez mit akar egyébként a hétköznapokban? Az egyetem érdekében, az egyetemen belül, itt az egyetem érdekében, az egyetemen kívül kell intézkednünk, egyeztetnünk, tárgyalnunk, megbeszélnünk, megküzdenünk azért, hogy jobb legyen az oktatás,
jobb legyen a gyógyítás, és jobb legyen a kutatás. És bekerüljünk az első százba, hogy Merkel rektor úr szeretné, és azt hiszem, hogy az egész csapata és az egész egyetem szeretné, hogy a legjobb száz közé bekerüljünk. Ez egy csodálatos cél. Reális cél? Hát ez egy nagyon komoly cél, én úgy gondolom. Biztos, hogy nagyon sokat kell dolgoznunk azért, hogy sikerüljön. Én remélem, hogy ez... Hát a reális cél az egy nagyon, nagyon szubjektív gondolat, nem? Az, hogyha ha azt tűzzük ki magunk elé, most az első 500-ban vagyunk, és annak is inkább a felsőbb régiójában, hogy akkor legyünk a 310-ek, az biztos sokkal reálisabb azonnal. De hogyha azt szeretnénk, hogy a legjobb százba jussunk, akkor ez egy olyan cél, amiért nagyon-nagyon kell dolgozni, és amikor megvan a századik hely, akkor kimondtuk, hogy ez egy reális cél volt. És akkor a következő cél jön, hogy lejussunk az első 50 közé. Önök a klinikát látták. Korábbi adásainkat visszanézhetik az Eko Televízió weboldalán, de elérnek minket a közösségi oldalon is. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Addig is viszontlátásra! A műsor támogatója az Euroasphalt Kft.